Köszönöm szépen a szót. Döbbenetemnek, felháborodásomnak szeretnék hangot adni. Háznagyasszony, teljes mértékben elfogadhatatlan, ahogy megpróbálja a kínai kommunista állam által elkövetett bűnöket relativizálni, csak azért, hogy jobb színben tüntesse fel ezt az egészen botrányos beruházást. Döbbenetes, hogy míg relativizálja ezeket a bűnöket, addig az európai szövetségeseink egyetemeit pedig megpróbálja holmi diktatúrikus elvek alapján működő szervezetként bemutatni. Döbbenetes, erre nem számítottam, tehát ez olyan mélység, amit nem gondoltam, hogy elérhetünk a vita során. Gyakorlatilag az fog jönni, nem történt semmi a Tiananmen téren, hogy nem számít, hogy annak nincsen erkölcsi jelentősége, hogy ujgurok millióit kényszerítik átnevelő táborba Kínában, hogy annak az teljesen elfogadható, mint ahogy egyébként már 17 óta jelennek meg a jobboldali sajtóba hasonló cikkek, hogy a Tibet ellen elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények, azok mind-mind elfogadhatóak. Ne csinálják ezt, képviselőtársaim, mert ez méltatlan házhoz, önökhöz, a teljes magyar politikához. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba elmenni, csak azért, hogy egy rózsaszín szalagot köthessenek a Fudan Egyetem budapesti létrehozásához, az teljesen elfogadhatatlan. Ez valami tényleg nagyon nehéz higgadt szavakat találni erre. Kérem, ne csinálja a háznagyasszony. Köszönöm szépen.